Sziasztok, retrózzunk egy kicsit. Olyan játékot fogok most mutatni nektek, hogy besírtok. De komolyan, ez valami csoda lesz, amit itt látni fogtok. Ez nem más, mint a Left 4 Dead Nintendo változata. Komolyan! Ez nem vicc, nincs benne semmi bullshit vagy ilyesmi. Egy kreatív brigád megcsinálta a Left 4 Dead-et 8 bites verzióban, és nem egy korábbi játékot dolgoztak át, hanem konkrétan megcsinálták így a Left 4 Dead-et. Ugye ehhez hasonló játékokat már mutattam be, ilyen volt például a Halo-nak az Atari-s változata, vagy a Tomb Raider-nek az Atari-s változata, vagy a Rambo-nak az Atari-s változata, de mint ahogy azt már ebből kihallhattátok is, szinte mindig az Atari-s vonalat követtem csak, amit én nagyon élveztem, mert én imádom az Atari-t, meg annak a világát, de néhányan már írtátok nekem, hogy jól van Sorter-e, szép és jó, de nem lehetne más felé is elmozdulni, más konzolok felé. És úgy voltam vele, hogy jó, hogyha ezt szeretnétek, akkor természetesen, és rátaláltam a Left 4 Dead Nintendo verziójára, ami valami beszarás, hogy mennyire jó, már előjáróban így belenézegettem. Hát itt láthatjátok a szerintem nagyon-nagyon szépen megrajzolt főcímképet, tényleg totálisan visszaadja az eredeti játék atmoszféráját. És most már ugyan nem hallani, de szólt a háttérben a videó elején egy kis zene is, na az is az eredeti játék zenéje, ilyen 8 bites megvalósításban, fantasztikus. Hát lehet választani, hogy egy vagy két playeres módban akarunk játszani, hát legyen egy player, illetve normál és advanced nehézségi fokozat között választhatunk, hát legyen egy egészséges normál, az sem lesz éppen könnyű, és itt a karakterválasztó képernyő. Gyerekek, csak nézzetek rá, ez csodálatos! Ez fantasztikus! Hát, hogy milyen királyul megvan már rajzolva mindenki, nézzétek ott lent a figurákat, hát tökre felismerhetőek. Látszik, hogy ebbe elég komoly munkát fektettek, és nem csak összehányták az egészet 2 perc alatt. Hát komolyan mondom, amikor ezt először megláttam, már akkor éreztem, hogy ez a játék abszolút mértékben megnyert engem. Ez egyszerűen csillagos ötös. Hát én az eredeti játékban mindig Zoéval szoktam menni, úgyhogy tartsuk meg ezt a jó szokásunkat. Aztán láthatjuk ugye, hogy az első misszió, a No Mercy, ugye a eredeti játékban is ez volt, és kapunk egy kis instrukciót arra nézve, hogy mi lesz a dolgunk, de hát ezt nem nehéz kitalálni. Ugye törjük magunknak utat a No Mercy nevű kórház tetejére, ugye ott lesz majd a finálé, és hát így néz ki maga a játék. Nünk ugyebár egy tetőről indulunk, mint ahogy az eredeti játékban is volt, és mielőtt azonban tovább mennénk, fölvehetjük a fegyvereket, például egy uzit, de most még nem uzin vagyok, mert látjátok, ott egy pisztoly van kijelölve, ott az életerőm mellett, de space gomba rá tudok váltani, és így már az uzival szórhatom az olmot. Hát az uzi egyébként nem egy olyan túl jó fegyver, mert csak egy irányba lő, igaz, hogy gyorsan, de ezzel olyan sokra nem megyünk, inkább a shotgunt javaslom, mert az így szórja a lövedékeket, és ez hatásosabb a zombik ellen. Na induljunk is meg a lakások felé, és már mehetünk is, és támadnak ránk ezek az ibolyakék zombik, akiket néhány jól irányzott lövéssel elteszünk lábbalon. Akkor hát röjögtem ezen, hogy amikor meghalnak, akkor a szemük helyén egy ilyen X jelenik meg, ami azért érdekes, mert ugye ők már alapból halottak, de mindegy. Jól van. Oké, nézzétek meg, milyen szép, hogy a háttérben az ablakokon keresztül látni a várost, meg minden, marha jól néz ki. Tényleg, egyszerűen iszonyat hangulat az egész. Vegyünk fel egy kis lőszert. Az egyetlen dolog, ami egy ilyen komolyabb negatívumként ért engem így a játék folyamán, az az, hogy a többiek miért nincsenek itt? Most oké, hogy én irányítom Zoét, de miért nem lehetnek itt mellettem a többiek is? Most nem hiszem, hogy olyan nehéz lett volna őket belerakni a játékba, vagy lehet, hogy a motor nem bírta volna el, hát mondjuk azt kötve hiszem. Na mindegy, ez legyen a legnagyobb baj, mert egyébként meg kifogástalan minden, háttérben tök jó kis zene szól, sok köze nincs a Left 4 Deadhez, de mindenképpen hangulatos, és lehet egyébként ütni is, ez így néz ki, ez is majd hasznos lesz, ugye ezt a eredeti játékban is lehetett. Menjünk tovább. Oké. Nézzük, mit találunk errefelé. Itt egy kékes jóska itt várakozó. Ó, ott egy boomer. Oké, azt mindjárt elintézzük. Jaj, de csak most látom, hogy ha a shotgunból egyet lövök, az nem egy töltényt von le, hanem hármat. Ja, hát igen, így már azért annyira mégsem jó választás. Na. Jó, azt ott. Na, elütjük. Igen, amikor így ránk akaszkodnak, akkor érdemes az ütést használni. És akkor így félre tudjuk ők. Jaj, respawnoltak zombik. Jó van. Oké.
Na most megyek Boomer bácsira. Ah, fölvesszük a lőszert. Ott vagy, köcsög. Ájjájá, igen, ez mondjuk nem jó, hogy amint kimész a képernyőről, már is újra megjelennek itt az ellenfelek, úgyhogy ezt inkább... Áj, már megint ott van! Áj! Jézusom! Ezt mondtam, látjátok, hogy a normál verzió is bőven elég nehéz lesz. Most az óta meddig itt... Áj, meghaltam, basszus! És belőlem is piros X szemű szépség lett. Nem baj, kezdjük előről. Most ügyesebb leszek. Oké. Vegyük fel a puskát, és már mehetünk is. Most Uzival nem szórakozunk. Oké. Jól van. Ja, mert még mindig a pisztolyon vagyok, jól van. Pillanatig meglepődtem, hogy csak egyet lőtt. A soti. Jaj. Tehát az azért volt, mert nem a soti volt. Kiválasztva! Jaj. Jól van. Hopp. Oké. Hát igazából nem muszáj mindenkit megölni, mehetsz ugyanúgy tovább. Úgyhogy ha nagyon nem akarsz foglalkozni velük, akkor egyszerűen csak tovább haladhatsz. De azért érdemes őket kilövögetni. Jó van. Igen, azért vigyázni kell, nem lehet itt vakon belerohanni az akcióba, mert látjátok, egyszer rádakaszkodik, akkor szívja le az energiádat, mint a kurva élet, és az nem jön jól senkinek. Neked meg főleg nem. Oh! De igen, itt vannak extra pisztolyok. Gyere köcsög, jó van. Ha ezt fölveszünk, akkor dupla stukkerünk lesz, ami igazából túl sokat nem nyom alatba, mert nem lősz gyorsabban tőle, és nem lősz két lövedéket egyszerre, úgyhogy kicsit feleslegesnek érzem, de nem baj. Én is a stukker itt sem számol töltényt. Na, itt volt a Boomer. Ott is van! Lehet, hogy csak be kéne mennem inkább a safe house-ba gyorsan, de... Inkább kilövöm! Na! Áhahahá! Micsoda halál animáció volt! Láttátok, ahogy szétrobban? Tehát ez minden pénzt megér. Na, gyerünk. Oké. Okay. Ja igen, ez még nem a safe house volt, csak oda volt fölrajzolva. Ugye ilyen rajzok voltak az eredeti játékban is! Jár, kifogytam a puskatöltényből. Az így nem lesz jó. Kéne valami medikit vagy ilyesmi. Jól van, ez megvan. Ez is. Hát igen, azért megkönnyíteni a dolgot, hogyha itt lennének velem a társaim. Oké. Okay. De nehogy már néhány zombi megállítson. Én Zoéból vagyok, a fene vigye el, hát... De nem úgy van az. Á, mehetünk ide, jó. Á, kiértünk az utcára, remek. Nézzétek azt a lángeffektet ott lent, tehát ez elképesztő, de akkora fun ez a játék, hogy hihetetlen. Jó, kicsit talán nehezebb a kelleténél. Jól van. Hát, mondhatni, hogy nagyon ideges lenne, eléggé rezignáltan nézi azt a sárga csatorna fedőt. Na, jól van. Ó, ott lent is sunyul az egyik. Jaj! Az hogy került oda? Na, húzz innél. Áj, az a baj, hogy respawnolnak, ez nagyon nem lesz így jó. Na jó, hát én gyorsabban futok, mint ők. Hála az égnek. Ja, nem is erre kell menni, mi? Úristen, már egy egész armada jön itt utánam! Ne már! Á! Na most mi a francot csináljak? Arra mutat a nyíl, de... Á, a tűz is sebez. Ja, itt le kell jönni, jól van. Na hát ez remek. Á, ott meg egy Boomer köpköd. Á, aztán meghalok. Jézus. Jaj, valami legyen már. Á, segítség! Merre kell menni? Valami nyilat adjál. Ájjajajajaj. Á, jól van, hát ez várható volt. Na, újra itt vagyunk a szabadban. Most bepróbáltam ügyesebb lenni, és több töltényem, illetve életerőm maradt. És most szépen egyenként levadászom őket. Nem hagyom, hogy így csoportba velődve armageddonozzanak velem. Ajajaj, ez nem volt elég. Ah, jól van, sikerült. És akkor itt kell lemenni. Aj, ott már jön is, jól van. Ajajajaj. Kicsit úgy néznek ki egyébként ezek a zombik, mint a vámpírok, nem? Ilyen sápad bőr, bevérzett szem. A kék haj, mondjuk az pont nem, de nem gond. Oké, Zoé, nem gond, összehozzuk ezt. Jaj, úristen, a tessék, már megint lemészárolnak. Hopp, jól van. Á, beszorítanak. Na, jól van, oké, sikerült. Az, ami most megint respawnolni fognak, arra kéne menni. Ja, ott van a metró lejáró. Ja, tényleg, hát itt folytatódott a játék. Oké. Valami első segélyládát azért adhatnál.
Mert oké, okay, jó pofa meg minden, de azért jó lenne, hogyha haladni is tudnék. Jaj. Hát igen, hogyha a társak hiánya mellett egy másik negatívumot is mondanom kellene, akkor így hirtelen a nehézséget tudnám fölhozni, mert... Hát látjátok, normál fokozatra váltottam, és azért ez így sem könnyű. Most váltok pisztolyra, mert puskához tartalékoljuk inkább a lőszert, hát ha jön megint egy boomer vagy egy tank, arra kíváncsi vagyok az, hogy nézhet itt ki. Oké, okay. Eddig még nem jutottam el egyébként, ez nekem is abszolút premier, amit most látunk. Ó, ez az! Végre imáim meghallgattattak. Beértünk a safe house-ba. Á, bőven föl vagyunk tankolva lőszerre, minden ez az. Már is nagy fiúnak érzem magam. Főleg, hogy Zoéval vagyok, semmi gond. Jó van, na hát ez remek, egyből leszívja az energiámat ez a rohadék. Most hol vagyok? Nem tudom, de megváltozott a zene. Ez mindenképp jó. De mondom, csak nézzetek rá, azért mennyire látszik már, hogy ezzel foglalkoztak, hogy nem volt nekik tök mindegy, hogy mi hogy néz ki, hogy mi mennyire élvezhető. Nem elégedtek meg azzal, hogy jó van, megcsináljuk, lefordedes köntösbe, azt kész. Elviszi majd a fanfaktor a hátán. Mert van fanfaktor, nem arról van szó, de azért ez ennél jóval több. Iszonyatos munka lehetett ebben a játékban, és tényleg egyszerűen zseniális szerintem. Oké, vannak hibái, mint például a már említett nehézség, hogy... Itt nem igazán lehet, tehát abban a szempontból nem adja vissza a Left 4 Dead hangulatot, hogy nem igazán lehet belerohanni a sűrűjébe és pusztítani, hanem itt azért megfontoltan kell haladni. Nem tudom, lehet, hogy két playeres módban azért könnyebb. Gyerünk itt a sineken. Ott kell majd tovább menni, nagyszerű. Igen, és ahogy látom a játék történetét, hát pályáit is nagyjából követi. Igen. Ezek a lángok? Hát ezzel nem tudom túltenni magam. Pazar. Jaj. Mit nem adtam volna gyerekkoromban egy ilyen zombis játékért? Még amikor sárga kazettás Nintendón toltam. Ó, ott egy Hunter! Jézusom! Mit kell nyomni? Mit kell nyomni? Úristen, de megijedtem egy pillanat. Jó van, szállj már le róla! Mit kell? Valamit ütni kell, de... Hú. Na ez most annyira nem tetszett. Valamit be kellett nyomni így hirtelen, de... Á, aztán ebből megint megmurdelés lesz. Á, egyébként halál közben is tudok a fegyverek között váltogatni. Oké. Okay. Hú, boomer itt nagyon boomerkedik. Á, jó van már, na, húz innét. Oké. Okay. Az ott megvan. És akkor most a Hunterrel nagyon kell vigyázni, mert hogyha az rám ugrik, akkor én addig éltem. Sőt, most szépen megtisztítjuk az utat. Takarodjál, melyikkel kell ütni? Ezzel. Jól van, ez is sikerült most, jól van. Igen, az ütést is gyakrabban kéne használni, csak valahogy sosem jutok oda. Á, most alapból fönn fogok menni. És akkor elvileg elkerülöm a Huntert. Gyakorlatilag meg rohadtul nem, mert ez a kerítés elállja az utamat. Fantasztikus. Akkor mehetek vissza. Leugrani sajnos nem lehet, mint látjátok. Most valahogy sikerült átlósan lőnöm, pedig nem úgy akartam. Aha, igen, megint respawnolt. Á. Gyűlölöm, mikor a zombik respawnolnak. Nem elég, hogy zombik, még respawnolnak is. Töltény, az mindig kell. Zombi támadás idején főleg. És akkor itt fog jönni a Hunter, ugye? Hopp! Na! Elütöm. Oké, okay, sikerült. Na most gyere, köcsög. Gyere. Fú, de elintézlek, hogy szakadnál ketté. Akadna a torkodon a konnektor? Hol vagy? Hol vagy? Na. Ezek sunyulnak, csak itt körülöttem a Hunter, nincs sehol, na! Jó, hát megint nem maradt túl sok életem. Ott van! Na, ajjajajaj, nem is foglalkozom vele, fölmegyek itt, az kész. Ennyi. Ah, már csak nem tud rám ugrani. Mi van, csíra gyerek, ha? Megszívtad, mi? Szegényke, hát egy ekkora kis peronon nem tudsz felugrani. Jaj, hát hogy nézel, kis szegénykém? Jaj, pedig de szeretnél engem szétmarcangolni, ugye? Jól van. Szevasz. Na nézzük, mi van erre. Ezek standard zombik. Mi nem jött még? Smoker nem volt még? Witch nem volt még? Tank nem volt még? Azért mondjuk a Witchre is kíváncsi lennék, hogy mégis ilyen 8 bites köntösbe hogy nézhet ki. Én nem tudom, erre kell jönni egyáltalán? A nagy fenéket, hát innen jöttem. Akkor szerintem ott kell majd befordulni. Na, hogy lettek ezek ennyien? Hát ez eszem megáll.
Igen, itt már kezd tényleg megidéződni a Left 4 Dead, ugye, hogy megállás nélkül jönnek rád. És addig nem nyugszanak, amíg be nem kerültél a bérrendszerükbe. Hopp, oké. Az is meg... Nem! Nem nyírsz ki. Nehogy azt hidd. Az a, hogy a tűz is sebez. Magár most már a shotgunban van lőszerem. Aha, erre kell jönni valószínűleg. És jó, elszartam egy csomó életet itt. Vagy energiát. A királyságomat a csapattagjaimért. Oké. Nagyon koncentrálok, gyerekek. Nem? Ó, de megijedtem egy pillanat. Na jó, a boomer meg már itt van a közelembe. Jó, az ott el lesz tökéletesen, elszórakoztatja majd magát. Nélkülem is nagyszerűen eljátszogat. Gondolom akkor itt le. Nem tudom, föl kell menni a peronra, vagy maradjunk inkább le? Nem, menjünk föl. Ha esetleg jön egy Hunter, az nem tud majd rámugrani. Oké. Hát te mit csinálsz ott? Buszra vársz? Hát de már megint egy... újra megjelent! Oké. Hú, mészárolok ám. Az a baj, hogy mindjárt ők is engem. Segítség! Menjünk tovább. Ó, töltény. Bár az mondjuk van, inkább medik itt kellene. Na nézzük, hova visz ez a sín. De valahogy mégsem tudok megdögleni, tehát itt mióta megyek már ilyen bolhafényi életerővel, és valahogy mégis kihúzom, de nem erre kell jönni, akkor merre? Mindig elfelejtem, hogy ezek újra megjelennek. Elég csak kimennem a képből. Erre kéne? Tehát innen jöttem, nem? Igen. Boomer itt sunyul. Hát akkor erre talán? De hát innen jöttem az előbb. Itt is kerítés van. Egyébként a csőbombát azért, vagy a molotov koktélt azért úgy el tudnám még viselni, de nem baj. Jó, hát azt azért úgy bevallhatom, hogy így első ránézésre azért nagyobb színvonalat gondoltam ennek a játéknak, mint amit valójában nyújtani képes. Így is nagyon-nagyon értékelem a belefektetett munkát, és tényleg jó vele játszani, de azért elég keményen frusztrál. És nem győzöm hangsúlyozni, ez nem a nehéz fokozat, ez a normál fokozat. Igen, hát ennyi voltam sajnos. Gondolom most visszadob a safe house-ba, az előző checkpointhoz. Igen, jó, hát hogyha nem haragszatok meg, akkor én itt most nem folytatnám. Mondom, ha szeretnétek még videókat ebből a egyébként tök aranyos kis játékból, aminek mindenképpen értékelendő az, hogy, vagy amiben mindenképpen értékelendő az, hogy ilyen színvonalasan megcsinálták, és például ez a 8-bites kinézet és ez a grafika szerintem minden hibáért kárpótol, de hogyha szeretnétek még ebből videókat a későbbiekben, akkor jelezzétek, és akkor még majd folytatom. Minden esetre egy próbát így is bőven megért. Én azt javaslom, hogy ha szeretnétek, akkor bátran próbáljátok ki. Nem mondom, hogy könnyű lesz, esetleg egy másik játékossal együtt ugorjatok neki. Két playeres módban talán azért egyszerűbb, de így is egy abszolút színvonalas kis próbálkozás. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!